36 milliárd forintból gazdálkodhat nagykanizsa támogatta a város költségvetéséről szóló rendelettervezetet a humán bizottság is. A délutáni soron kívül ülésen az is elhangzott, hogy a modern városok program három nagy beruházásának anyagi feltételei már adottak, így 2019 az építkezésével lesz nagykanizsán. A 2019-es költségvetési rendelettervezetben egyebek mellett bölcsődék óvodák felújítása, valamint a tavainál nagyobb mértékű sporttámogatás is szerepel. A tagok a tavalyik költségvetési rendelet módosításáról szóló javaslatot egyhangulag támogatták, csak úgy, mint a közgyűlés szervezeti és működési szabályzatáról szóló előterjesztést. A város önkormányzati képviselői holnap üléseznek, a bizottságok által megvitatott előterjesztésekről is akkor szavaznak.